másodfokú hőségriasztás, 27 fok feletti középhőmérséklet. Bezárták az iskolát, nyári szünet és évzárok János Somorján. Elmaradt remények, mégis sikeres szezon, idén zártak a labdarúgók. Ezek a JTV hírei, köszöntöm Önöket! 27 fokos napi középhőmérséklettel köszöntött János Somorjára a 4 napos kánikula, 36 fok is volt a legmelegebb órákban. A tisztiorvosi szolgálat másodfokú hőségriadót rendelt el az országban csütörtök éjjelig. Az önkéntes tűzoltók esténként locsolták a főbb helyi utakat. A kánikulában az idősek otthona és a művelődési ház is nyilvános pihenőhelyként várta a meleg elől oltalmat keresőket. A rendőrség a fedél nélkül élőkre, utcán járókelőkre is fokozottabban ügyelt. Volt olyan üzlet, ahol vízpermetett fújókaput is kiraktak a fő utcára. Az egészség is nagyobb törődést követelt. Ajánlott ilyenkor akár 4 liter folyadékot meginni, tartózkodni a kávé és az energiaital fogyasztásától. Több idős János Somorjai lakost mentőszállított kórházba a héten a meleg okozta rosszul létek miatt, ám komolyabb baj sehol sem történt. A melegben, ami a betegségek szintjén lecsapódik nálunk, az elsősorban a vérnyomás ingadozás. Ez egyszerű fizika, nagy melegben tágulnak az erek, esik a vérnyomás, és ez bizony nagyon megviseli, főleg az időszervezetet. Tehát elsősorban a vérnyomás esésekkel kapcsolatos problémák voltak. Egy-egy kiszáradásos kázus, de ezen kívül más jelentősebb problémával nem kellett küzdenünk. A falvak egyik legfontosabb ünnepe volt az évszázadokon át vidámsággal, vásárokkal is ünnepelt búcsú, amikor a templomok védőszentjei előtt tisztelegtek. Vasárnap keresztelő Szent János ünnepén misén emlékeztek meg a jánosi templom védőszentjéről a hívek. Szent János bűnbánatot hirdetett, Krisztus eljövetelét jósolva, és a Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket, magát Jézust is. Szent Péteren, hagyományosan Péter Pál napján, az aratás kezdetén ünneplik Péter apostolt. A két település rész által közösen tartott vásári mulatság idén is a szórakozni vágyó gyerekeket várta leginkább a sportpályára, körhintákkal és persze édességek kavalkádjával. Az emberséget nehezen lehet osztályzatokkal mérni. Erre hívta fel a figyelmet Bella Zsolt iskolaigazgató a központi iskola évzáróján. 484 általános iskolásnak csengettek ki a nyári szünetre csütörtökön. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat a bizonyítvány mellett könyvjutalommal is díjazták. A központi iskolában 16 osztály 248 tanulójának kezdődött meg a vakáció csütörtökön. A negyedikesek előadása és Bella Zsolt igazgató mindenkinek szóló elismerése zárta a tanévet. Lehet-e számszerűen és szavakkal mérni a tudást, az emberséget, vagy éppen az erőfeszítést? A bizonyítványt és az oklevelet, könyvjutalmat mindenki az osztálytermében vehette át. Kiváló eredmények idén az 5.-6. évfolyamokon születtek. Elég sokat kellett tanulni, főleg ilyen nehezebb tantárgyakra, például törire vagy természetre, de különben jó év volt. A bukások száma mérséklődött, és egyre több a nyelvvizsgával rendelkező diák. A hiányzások továbbra sem csökkennek, ezen szeretne az új tanévben javítani az iskola. Nem csak ez változhat jövőre, januártól az általános iskolákat állami fenntartás alá helyezik, a pedagógusok és az iskolák dolgozói is állami alkalmazásba kerülnek. Sajnos még a mai nap is nagyon bizonytalan a helyzet, nagyon sok mindenről nem tudunk. Igaz, az új köznevelési törvény megjelent már, ami ugye szeptember 1-én lép hatályba. Ebből egy kézzel fogható dolgot tudunk, mégpedig azt, hogy a mindennapos testnevelést bevezetik kötelező jelleggel az 1. és az 5. évfolyamon, azután pedig felmenő rendszerben. Az összes többi változás az valószínű majd csak 2013. januártól, vagy 2013. szeptemberétől fog életbe lépni. Sok tekintetben bizonytalan a jövő tanév. Az biztos, hogy a kormány rendeletei változtatnak még a mostani kilátásokon. Szentpéteren is várták a nyarat. Nemrég egész napos programokkal köszöntötték a közelgő szünidőt a Klavszki napokon. A gyerekek kézműveskedtek, aszfaltrajzversenyt rendeztek és vetélkedtek a szülőkkel közösen, este pedig együtt főztek és buliztak. A vidámság az évzáróig tartott. Prácser Krisztián és tanítványai kacogtató műsorával zárták a tanévet csütörtökön a Klavszkisok. 560-os egy kicsit túlzás. A 136 diák sikeres évet tudhat maga mögött.
Azt gondolom, hogy az idei esztendő a Klaszki életében kiemelkedő volt, nem csak a tanulmányi eredmény szempontjából, és azt el kell mondanom, bár már a Balagáson elhangzott, hogy a 24 nyolcadikas, végzős nyolcadikason közül 22-t felvettek az első helyen megjelölt helyre, és azt gondolom, hogy ez egyrészt azt mutatja, hogy jól irányítottuk a gyerekeket a pályaválasztás terén, másrészt pedig a gyerekek is tudták, hogy mit szeretnének. Idén János Somogy a kiváló tanulói is a Klaszki tagiskolából kerültek ki, öten szereztek nyelvvizsgát. Az igazgatók nem csak a gyerekeknek gratuláltak a jó eredményekért, megköszönték a tanárok és a szülők segítségét is mindkét iskolában. Szomszéd voltak a Várbalogi utcában lakók, szórakoztak, főztek és beszélgettek egész szombat este. Az egymás mellett élők jobb kapcsolatát szeretné elősegíteni a most életre hívott szomszédünnep. A szervezők szeretnék, ha a közeljövőben egyre több utca tartana magának hasonló közösségerősítő rendezvényt. Megható szeretettel fogadták stábunkat a Várbalogi utcában szombat este. Ez finom. A Laci féle, ez Zalai. De a belépő után már lámpaláz nélkül meséltek arról, miért is rendezték meg a szomszéd ünnepet János Somorján elsőként. A lényeg, hogy egy kicsit közelebb hozza egymáshoz azokat az embereket, akik amúgy is közel vannak egymáshoz, csak talán észre sem veszik egymást. Az országos kezdeményezés célja, hogy az utcabeliek közös összejöveteleket szervezzenek, ahol megismerhetik egymást. Ez már a kis közösségekben, faluhelyen is hiányzik. Rohanunk, szaladunk, reggel elmegyünk, este hazajövünk, és látjuk tulajdonképpen talán a neveket még tudjuk, de hogy kivel mi történik, hogy él, mit csinál, arról talán szembe-szembe egy páran, de igazán 4-5 házal odébb mára se tudjuk, hogy mi zajlik, és ki hogy éli az életét. Ez talán egy kicsit ebbe segít, hogy közelebb kerüljünk. A közösség és a barátok érdekében olyan is hazalátogatott a szomszéd ünnepre, aki már évekkel ezelőtt elköltözött az utcából. Amennyit rohan a világ ma, nem baj, hogyha néha behúznánk a kéziféket, ez arra teljesen jó. Egy kicsit közösséget kovácsol, ami szerintem régebben, főleg faluba közösség volt. Most ezek úgy elvesznek, mert ezer fele megy mindenki, és nincs arra idő, hogy igazán a szomszédra ránézzél, rákérdezzél. Azt gondolom, hogy ez fontos lenne, és jó, tök jó. Az utcabelieknek akadt sütnivalójuk, de a pörköltek is jól sikerültek. Mindenki hozzátehetett valamit a rendezvényhez, sütemények, hűs italok, társasjátékok, és persze zeneszó mulattatta az utcabelieket. 8-9 éve mi már csináltuk 7 család együtt, úgyhogy az egész utcának. A régi társaságok újraindítását is megcélozta a rendezvény. Volt hagyománya. Nálunk volt 7 család, amikor a gyerekek kicsik voltak, és minden évben nyárbúcsúztató címén mindig más udvarban, másnál jöttünk össze, és ez egy nagyon-nagyon jól működő dolog volt. Csak aztán megnőttek a gyerekek, mindenki ment szanasz éjjel, elköltöztek, és abba maradt. Úgyhogy ez most ugyanaz, csak nagyban. De nem csak a feszített munka miatt elhidegedő felnőttek tartják fontosnak, hogy mindenkit megismerjenek az utcában. Például ismerem például azokat a lányokat, akik ott locsolnak, meg ott nem ismerem ugye még ott ilyen néniket, meg bácsikat, ilyeneket nem ismerek. Szerintem szükség van erre. Miért? Hát, hogy jobban összehangolódjanak az emberek. Hogy ne ismeretlenül éljenek, hogy az utcából ismersz egy valakit, ismerj meg több mindenkit. A Várbalogi utca lakói évente megtartanák a bulit, de remélik, hogy a példa ragadós, és több János Somorjai utcában kapnak az ötleten. János Somorjai csapatok is sárkányhajóba szálltak a 6. Voluta Nemzetközi Vízifesztiválon. Mosonmagyaróváron már csütörtökön kezdetét vette a vízikarnevál, és az evezős versenyek mellett színes programokkal, esténként koncertekkel várta az érdeklődőket. Az AMB és a Dr. Ötker evezősei is lapátolták a vizet a Mosoni Dunán szombaton és vasárnap, de sok János Somorjai evezett más csapatok soraiban. Mindegyik János Somorjai csapat kiváló időeredményekkel teljesítette a távot, de a hangulat sem volt másodlagos. Pörköltek is várták a csapattagokat a sátrakban. A versenyen az evezősöknek egyszerre 200 métert kell megtenniük. A fesztivált először 6 éve egy osztrák-magyar EU-s projekt keretében rendezték meg, azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sárkányhajózás.
Élete eddigi legnagyobb sikerét aratta János Somorjai Fürdős Máté, a Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesület evező sportolója. Magyar válogatott négy pár evezősben első helyet szerzett a múlt hét pénteken Csehországban rendezett olimpiai reménységek versenyén, ami a serdülők legrangosabb megmérettetése Európában. Moson-Magyaróvárról Máté társával Sopf Mártonnal kvalifikálta magát a négyfős magyar válogatottba és a nemzetközi tornára, ahol egy hajó előnnyel végeztek az első helyen. Máté régi vágya teljesült ezzel, de tovább dolgozik azért, hogy következő célját megvalósítsa és világbajnokságon képviselhesse Magyarországot és egy kicsit János Somorját is. Még akkor is, ha az út nehéz edzéseken, szoros napi rendeken átvezet. Most kezdődik a nyár, most már úgy van, hogy minden második nap délelőtt is edzés, és minden nap délután. A vasárnap az egyetlen szünetnap, iskolai napokon pedig hétfőtől szombatig minden nap. Hetedik helyen zárta a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságot a JSL felnőtt csapata. Bár a vezetőség az első hatba várta a kékfehéreket, mindenki elégedett lehet az éves teljesítménnyel, hiszen a gárda története során másodszor bizonyult az ország legjobb amatőr együttesének, elhódítva a Sportem kupát. Jó iramú, izgalmas mérkőzésen búcsúzott az idei szezontól a János Somorja csapata. A sérülésektől tizedelt Hiesek 2-2-es döntetlent ért el a Lipót otthonában múlt vasárnap, bebiztosítva ezzel a hetedik helyet. Ősszel a kékfehérek a nyolcadikak lettek, de az osztály favoritját, a Győr Szemerét mégis 2-1-re verték Gopp Péter játékos edző irányításával. Tavasszal az edzői teendőket átvevő Drobnis Tamás dolgát komoly sérülés hullám is nehezítette. Így nem meglepő, hogy a négyszeres bajnok Győr Szemere 8-0-val küldött haza minket. 3 ponttal lecsúsztunk az elvártól, illetve teljesítettünk egy olyan dolgot a felnőtt csapat vonatkozásába, ami eddig még az egyesület történetében csak egyszer sikerült, hogy megnyerték a Szabadföld Kupa utódját, a Sportem kupát, mint a legjobb magyar amatőr csapat mi lettünk, illetve párhuzamosan azért a Magyar Kupában is 4 fordulót mentünk, ahol NB1-es csapattól kaptunk ki, és így nem sikerült az 5. fordulóban a legjobb 32 közé bejutni. Én azt mondom, hogy nem zártunk rossz évet. Ritkán kap 2 ilyen látványos gólt az Eto, de ez kevés volt a továbbjutáshoz a Magyar Kupában. A 9-2-es vereség ellenére bizakodva indulhattunk a Sportem Kupában, hiszen az amatőr csapatok közül a mieink maradtak legtovább az országos táblán. Szalka az ítélet végrehajtó és nem hibázza. Az elődöntőben a Töltéstavát 2-1-re, a döntőben a Baranya megyei Boly csapatát 2-0-ra verte a János Somorja, így fennállása során másodszor lett az ország legjobb amatőr együttese. Ilyen rajtunk kívül csak a Csornának sikerült az országban. A kupa győzelemmel Szalka Ferenc játékosként, Drobbis Tamás edzőként duplázott, a mester azonban szerződése lejártával távozik a JSL kispadjáról. Összességében nem bántam meg, hogy elvállaltam ezt a fél évet. Örülök annak, hogy sikerült újra megnyerni, nem nekem, hanem a csapatnak a úgymond Szabadföld kupát, tehát a Sportem kupát. Tehát ezen nagyon rajt voltam, hogy ezt az érzést, amit mi akkor átéltünk 98-ban érezzék át, és megélhessék. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt, hogy sikerült. Mondom, hangsúlyozom, nem magam miatt, hanem a csapat miatt. Úgyhogy mellette, hogy tényleg a bajnokságban is így tudtunk szerepelni, én azt gondolom, hogy le a kalappal, tehát gratulálok a csapatnak tényleg. Drobnics szabad rúgása. Az ifik közül felkerülve a nagy csapatban alapemberré vált Gál Zoltán és ifjabb Drobnics Tamás. A Moson-Magyaróváról kölcsön kapott Csányi Dávid oroszlán részt vállalt a kupa sikerekből, Szabados Mihály pedig 11 találattal, majd 1 gólos meccsenkénti átlaggal házigól király lett. Az U19-es csapat az utolsó fordulóig harcban állt a bajnoki címért, a mindent eldöntő meccset azonban a Petőháza nyerte, így a mieink végül a bronzérmet szerezték meg, így 4 év alatt negyedszer állhattak a dobogóra. A 6. helyen végzett serdülők közül ősztől 6-an lépnek fel az ifik közé, az alsóbb korcsoportból pedig 8 új játékost fogadnak. Ezek voltak a hét legfontosabb történései. Híreinkért, fotógalériáinkért és videóinkért keressék fel honlapunkat. Júliusban és augusztusban 2 hetente láthatják híradónkat, így legközelebb július 8-án vasárnap a szokott időben várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!